A magyar ultrakönnyű sportrepülés legjobbjai vettek részt a nagy hagyományokkal rendelkező Sirály kupán a Balaton főkajári reptéren. A különböző versenyszámokban az úgynevezett gyalogos és motoros sárkányrepülők, valamint a merev szárnyú kisgépek vehettek részt. Változatos és nagy ügyességet igénylő feladatokat állítottak össze a szervezők, volt távolsági, tájékozódási és a motorosoknak üzemanyag takarékossági verseny is. 16 éve sikerült visszaszerezni ezt a területet, repülőtérre visszaalakítva. Egyébként 50 évesek vagyunk, illetve a repülőtér 50 éves. 1964-ben építették, és akkor egy rövid ideig működött, majd utána mezőgazdasági célt szolgált, és 16 évvel ezelőtt szereztük vissza. Azóta minden évben Sirály Kupa néven egy versenyt rendezünk. A kupát a Nemzeti Bajnokság és az augusztus elején hazánkban Matkó pusztán megrendezésre kerülő világbajnokság közé időzítették, így ez volt az utolsó alkalom, hogy versenykörülmények között készüljenek az indulók. Főkajáron jelen volt a szakági szövetség elnöke is, aki elmondta, hogy éppen generációváltás zajlik a hazai mezőnyben, de így is lehet esélyünk a jó teljesítményre. A kezdetektől fogva jelentős Magyarország szerepe a világ ultrakönnyű repülésében. A versenyeredményeink még egyenesen kimagaslóak volt. Egy nagyon jó időszak a magyar könnyű repülésnek, 95-től 2008-ig körülbelül, amikor szinte minden évben hoztunk aranyérmet. Az utóbbi időben a versenyzési kedv egy kicsit csillapodott a pilótákban. Egy újabb, megöregedett a régebbi versenyző generáció, az újabb generáció meg most van éppen fölfutóban. A verseny idején az egyre népszerűbb forgószárnyas gépek tulajdonosainak találkozót rendeztek. Ezek első ránézésre leginkább a helikopterekhez hasonlítanak, de a hozzáértők szerint a motoros sárkányok vetélytársai lehetnek. Ezt úgy hívják, hogy autózsíró, ez egy forgószárnyas, ultrakönnyű repülőeszköz. Azért hasonlít a helikopterre, mert egy forgószárnya van neki, és a helikopternek is, de a működési rendszere egészen más. Röviden bemutatnám, hogy egy 100 lóerős négyütemű rotax motor hajtja, 8,4 méter átmérőjű rotorlapát tartja fent a levegőbe, és magát itt a mögöttem levő szerkezetet ezt egy magyar gyártóegerbe csinálja. Az autógirók 60-70 kilométeres szélben is biztonsággal használhatók. A háromnapos megmérettetés népszerűségét mutatja, hogy Debrecenből, Szegedről és Dunaújvárosból, sőt még határainkon túlról is érkeztek nevezők. A szervezők tervei szerint a jövő évben is megrendezik a Sirály Kupát.